Ez a 25 rollábból álló tárlat mutatja be a reformáció fontos pillanatait. A nyíregyházi Bethlen Gábor iskola 600 ezer forintos támogatást nyert a kiállítás elkészítésére a 2014-ben alakult Reformációs Emlékbizottságtól. A reformáció 500 éves évfordulója alkalmával úgy gondoltuk, hogy nekünk, mint Bethlen Gábor oktatási intézménynek is egy színvonalas programmal illő, hogy megemlékezzünk erről a jeles évfordulóról, hiszen az iskolának a névadója Bethlen Gábor szintén a reformáció korában élő erdélyi fejedelem volt, aki maga is istenfélő emberként, bibliaolvasó emberként vonult be a köztudatba. Ezt az elhatározásunkat egy pályázat is támogatta. A tárlatot Kulcsár Ádám történész és Gulyás Csaba történelem tanár 10 diákkal együttműködve készítette el. A szakmai anyag összegyűjtése és megírása körülbelül fél évig tartott, már nyáron elkezdték a munkálatokat, hangzott el a kiállítás megnyitóján. Egy különlegességet is láthatnak az érdeklődők az intézményben. A Vizsai Biblia nyomtató műhelytől egy korabeli nyomdagépet is hoztak a tárlathoz. Az első teljes magyar nyelvű Biblia több mint 420 évvel ezelőtt készült, amely nem csak a magyar nyelv, hanem a református egyház számára is jelentős alkotás. A Vizsai Bibliát ugye 1590-ben nyomtatták ki, és a reformáció az nagyon jó apropót adott arra, hogy elmenjünk Vizsolyba többször, megnézzük a Vizsai Bibliának az eredetiét, és ott ismerkedtünk meg Daruka Mihállyal, aki felkarolta ezt az ügyet, és elhatározta, hogy a reformáció évfordulójára ő 200 Bibliát kinyomtat. És ez a kapcsolat, ez körülbelül 2 évre nyúlik már vissza, és akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, ha őt meghívnánk ide, és aztán ő ajánlotta fel, hogy mi lenne, ha ő meg nem csak eljönne személyesen, hanem hozna magával egy korabeli nyomdagépet is, amit itt aztán ki lehet próbálni, meg lehet nézni. Gulyás Csaba hozzátette, a tárlat tovább megy majd a Bethlen Gábor iskolából, már nyíregyházi és határon túli intézmények is jelezték, hogy helyszínt biztosítanának neki, de a tervek között az is szerepel, hogy országjáró vándorkiállítás lesz majd. Az iskolákban nem csak a rollapokat viszik majd el, hanem tárlatvezetőket is képeznek majd az új intézményekben.